A sportcsarnokban rendezték meg a Kelet-Magyarország régió diák első szabadfogású birkózó versenyét, amely egyben a 24. Kuruc testvérek birkózó emlékversenye is volt. Az ünnepélyes megnyitón Kuruc István, a KSE birkózó szakosztályának elnöke, és Bácsi Péter, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója köszöntötte a 27 szakosztály megjelent 100 versenyzőjét. De ez egy kelet régió verseny, Magyar Birkózó Szövetség versenykiírása alapján, ami egyben ugye a 24. Kuruc testvérek emlékversenye is. Tényleg nem rendhagyó, mint ahogy a megnyitóban is elmondtam. Hát ugye a versenyzők kevesebb létszámmal vesznek részt, és ugye a másik pedig az, hogy a karcagi kunsági birkapörköltöt nem tudjuk nekik megmutatni. Na, de a viccet félretéve, örülök, hogy ennyien, akik itt vannak, ez a 100 fő elfogadta a meghívást. Mondom, ez a keleti régiótól, de elmondhatom, hogy Miskolctól, Orosházán keresztül, Tiszacsegén keresztül azért nagyon sokan itt vannak. Két korosztályba bonyolítjuk le, a diák egybe, illetve a gyermekek között is verseny van. Nagyon szép érmekkel, nagyon szép serlegekkel készültünk. Én úgy gondolom, hogy aki ezen a versenyen érmes lesz, az annak egy örök emléke lesz, amit itt fog kapni. Külön köszönöm azt, hogy megjött Bácsi Péter, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója, és a várost képviseli Nagyné Vászló Erzsébet, önkormányzati képviselő. Az országos vezető elismeréssel szólt a keleti régió szakosztályának a munkájáról, amely a jelenlegi helyzetben egyáltalán nem könnyű, hiszen sok iskolában nem tarthatóak edzések. Most jelenlegi helyzet azért sajnos a mi sportágunkat kifejezetten érzékenyen érinti, hiszen mint kontasportág és ugye teremben üzzük, ezért nagyon nehéz a helyzet. Ugye elindultunk, azt gondolom, hogy fölfelé most egy picit megtorpantunk, de bízunk benne, hogy tényleg járjuk az országot, próbáljuk népszerűsíteni az akadémiát, és remélhetőleg minél többen jelentkeznek oda, és ennek hatására reméljük, hogy majd régió szinten is lesznek több birkózó. Én azt gondolom, hogy azért összességében egész szép létszámmal eljöttek. Mint elmondta, tényleg nagyon nehéz most az egyesületeknek a szakosztályon, főleg a vidéki kisebb egyesületeknek az élete. Iskolákból ugye kiszorultak, nem tudják úgy megtartani az edzéseket. Elsősorban az a feladatuk, hogy összetartsák a csapatot. Nehéz meg az is, hogy felkészüljenek. Ennek ellenére tényleg azon, hogy szép létszámban vannak itt, és mindenképp egy hasznos a mai verseny, hiszen a versenysportnak elengedhetetlen része maga a verseny. Az indulóknak sikeres versenyzést kívánt, majd elkezdődött a verseny, amely a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel zárt kapus volt, az MBS előírásai szerint. A versenyen a Magyar Birkózó Szövetség elismerését kapta a karcagi birkózó sport támogatásáért Gazsó Imre, egykori karcagi birkózó, valamint Tóth László és Besze János helyi vállalkozók. A Tóth László, ő sajnos nem tudott jönni, mert egyedül van a boltba, tehát ő majd időközben, ha bezár, majd akkor el fog jönni. Gazsó Imre volt birkózó, aki válogatott volt, elkerült a budapesti Vasashoz. Jelen pillanatban körülbelül 3 külföldi cégnél dolgozik, úgyhogy szerencsére el tudott jönni, és itt van, minden alkalommal támogatja a versenyünket, és itt van Besze János, fuvarozó egyéni vállalkozó, aki szintén több éven keresztül támogatja a birkozásunkat. Rendszeresen támogatja a birkozásunkat még Nagyné László Erzsébet, hiszen ő a Sporttal a Drog Ellen alapítványunknak is az elnöke, annál is inkább, hogy ezt az alapítványt is azért hoztuk létre, hogy a birkozó sportolókat valamilyen szinten tudjuk segíteni. A megmérettetésen két szőnyegen zajlottak a selejtezők, elődöntők, majd a döntők. A KSE 4 versenyzője vett részt a versenyen kisebb-nagyobb sikerrel. Mint Kuruc Istvántól megtudtuk, jövőre a 25. Kuruc testvérek emlékversenyen szeretnének megemlékezni László Márton egykori edzőről, neves birkózóról is.